hatalmas betonkockákat sodort le a szél az intézmény tetejéről csütörtökön éjszaka. Az eset során senki nem sérült meg, azonban a múlt heti viharra szakemberek becslése szerint közel 100 millió forintos anyagi kárt okozott a városban. Ide csapódott be az óriási betonkocka, kiszakított ezt az egész kerítéspanelt, úgyhogy légvonalban körülbelül olyan 60-80 méterre vagyunk az iskolától. Itt éppen azt mutatta nekünk a város polgármestere, hogy a vihar még az iskola melletti templom kerítését is megrongálta. A kárelhárítás már hétvégén megkezdődött Polgárdiban, azóta is folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Ez pedig az intézmény udvara a vihar után egy héttel. A törmelékeket már elszállították a városgondnokság munkatársai az iskola területéről. A szakemberek jelenleg már az épület tetőszerkezetén dolgoznak. Nagyon jó együttműködésben vagyunk a Klikkel, ugye, mint az épület üzemeltetője. Megosztottuk a feladatokat, a városgondnokság felel gyakorlatilag a közterületek meg az iskola területének a rendbetételéért, a Klik pedig párhuzamosan intézte a szakipari munkákat. A gyerekek elhelyezése megoldott, tehát az oktatás jövő héten megkezdődhet, jelenleg az utolsó tantermeket is kipakoltuk, úgyhogy én ilyen szempontból nyugodt vagyok, egyedül a versenysport kérdése, ami Polgárdiban sajnos most úgy néz ki, hogy nem megoldott. A tornacsarnok a polgármester elmondása szerint előreláthatólag február elejétől újra biztonságos környezetben várja a sportolni vágyókat. A vihart követően egyébként 24 óra sem telt el, és jött is a segítség, több felajánlás érkezett a város részére. Cserpalkovics András városunk polgármestere fontosnak tartja, hogy Fehérvár Polgárdi mellé álljon, és anyagi támogatást nyújtson a Fejér megyei településnek. Így minimum 5 millió forintot ajánl fel a városvezető azért, hogy az intézmény tanulói mi hamarabb újra birtokba vehessék az iskolát. A gyerekeket addig is a település más intézményeiben oktatják. Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Az imént a nézők azt láthatták, ahogy a múlt heti vihart összefoglaltuk, és ugye Polgárdiben hatalmas rongálásokat okozott a szél, a vihar, múlt hét csütörtökön éjszaka pontosan. Hogy most hol tartanak a munkálatok, és a Széchenyi István Általános Iskolában jelenleg mind dolgoznak a szakemberek, erről fogunk ma beszélgetni vendégeimmel. Itt van velem Polgárdi város polgármestere Nyikos László, köszöntöm Önt, hogy, és köszönöm, hogy eljött, itt van velünk, illetve Török Szabolcs tankerületi igazgató. Tehát kezdjük ott, ami a bejátszó végén elhangzott itt a bejátszóban, az anyagban, hogy a gyerekeknek ugye hát tulajdonképpen az oktatása az megoldott, és talán hát ez a legfontosabb ebben a témában. Hol vannak most a gyerekek, illetve ha jól tudom, jövő hétfőn kezdik meg a tanulmányokat? Igen. Hát kezdem én a materiális részsel, úgymond, tehát ugye a mi feladatunk a város részéről az volt, hogy a lehető legtöbb ingatlant felkutassuk, ahol az oktatást át lehet helyezni. Itt azért kiemelném az egyházak segítő közreműködésének a szerepét, hiszen az iskola lokalitásából adódóan a két egyházi, tehát a két templom és a két parókia, plébánia között helyezkedik el, így ott is voltak hasznosítható ingatlanok. Mind a plébánusú, mind a lelkészasszony a segítségét ajánlotta a feladat megoldásához, és majd tankerületi igazgató úr bizonyára mond erről pár szót. Én, amit tudok, és igazgatóasszony minket megkeresett, hogy még a közösségi házat, illetve a tűzoltó szertárat is bevonták az oktatás kérdésébe. Hát van, ahol ilyen rögtönzött testnevelés órákat fogunk tartani, illetve hát a pedagógiai fejlesztő órák kerültek még ilyen külső helyszínre. Nagyjából most úgy látjuk, hogy a bejátszásban is ugye elhangzott, hogy az utolsó tantermeket kipakoltuk, tehát minden oktatási eszközt átszállítottunk, de a viharkárt követően már a technikai eszközöket ugye megmentettük, itt most szó szerint padokról, székekről, táblákról volt szó, amelyeket ugye elhelyeztünk oda, ahova az intézmény kérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy hétfőn relatíve zavart, a körülményekhez képest zavartalanul meg tud kezdődni az oktatás. Hány gyermekről van szó egyébként pontosan? Én emlékeim szerint 160-180 gyermeket érint. Milyen az együttműködés a tankerületi igazgatóval, a Klikkel és az iskolával? Hogyan működnek most együtt? Azért itt most nagy összefogásra van szükség.
Igen, hát én azt szeretném hangsúlyozni, polgármester úr szavait megerősítendő, hogy a bajban megmutatkozik az igazi összefogás és összetartás. Egyébként is kiváló kapcsolat volt a települési önkormányzat és a fenntartó, az állami fenntartó között. Most ez még szorosabbá vált, ez a kapcsolat. Valóban 5 osztály elhelyezéséről kellett közösen gondoskodnunk. Az örömhír az, hogy a holnapi nap folyamán szombaton befejeződik annak az egy tanteremnek a kialakítása is, ami átmeneti otthonul szolgál majd a gyermekeknek. Az iskola egy másik eddig nem használt tanterméről beszélünk, ahol egy félmilliós beruházást kellett most a héten levezényelnünk, de örömmel tudom mondani, hogy a holnapi nap folyamán a gipszkartonozás, a festés elkészül, bútorokat még vasárnap folyamán bepakoljuk, és hétfőn valóban kezdődhet a tanítás. Itt a szakipari munkálatokon kívül mi lesz az, ami még nagyon fontos szerepet játszik majd hát itt tulajdonképpen az kárelhárítás, még mindig mondhatjuk, hogy beszélhetünk arról ezt követően. Hát a kárelhárítással párhuzamosan én azt gondolom, hogy külön köszönet illeti meg valamennyi pedagógus kollégánkat, az iskola valamennyi tanárát, akik szintén ezt az összefogást erősítve valóban ezen a héten a rendkívüli oktatási szünet alatt is mentek és segítettek az eszközök, a könyvek, a bútorok pakolásában. Úgyhogy itt a pedagógusok felé is egy nagy köszönettel tartozik a fenntartó, hiszen magukénak érzik az iskolát, és ez megnyugtató számomra. És ugye nagyon fontos kiemelnünk azt is, és talán főként először a polgármester úrhoz fordulnék, vagy tenném fel a kérdést. Hát itt azért tényleg nem telt el 24 óra, és már is jött a segítség, érkeztek a felajánlások. Hogyan kell ezt elképzelnünk pontosan? Azt már tudom, hogy Székesfehérvár polgármestere minimum 5 millió forintot ajánl fel, és nagyon fontosnak tartja, hogy polgárdi mellé álljon Fehérvár, de milyen felajánlásról szabad még beszámolnunk, illetve aztán térjünk ki a fehérvári támogatásra is. Igen, igazából még azokban a percekben fel sem fogtam ezeket az örömhíreket, ugye nagyban takarítottuk a romokat. Amiket nagyon láthatnak is egyébként a nézők most a képernyőn. Nagyon jól esett dr. Cserpagőcs Andrásnak a hívása, de ezt követte még több polgármester társamnak is a telefonja. Nyilván kisebb települések nem is várjuk el, tehát Székesfehérvártól se vártuk el, hogy ilyen nagy vonalú segítséget nyújtson, nagyon örültünk neki, és nagyon jól esett, de az is nagyon jól esett, amikor csak a szomszédos települések vezetői közül néhányan azért megkerestek, vállalkozók megkerestek, és mindenki a segítségét ajánlotta anyagi vagy egyéb eszköz vonatkozásában. Túl sok mindent, ezt egy picit, hogyha szabad így büszkén mondom, túl sok mindent nem kellett elfogadjunk ahhoz, hogy a ránk rótt feladatot gyorsan elvégezzük, tehát a városgondnokság a polgármester úr irányítás alatt úgy gondolom, hogy mintapéldáját mutatta a gyors beavatkozásnak. Ehhez persze kellettek tényleg a Vertikál ZRT gyors közreműködése, meg a helyi vállalkozók ajánlottak ilyen kisebb-nagyobb eszközöket, fóliát, ilyesmit, és nagyon szépen rendet tudtunk tenni, tehát gyakorlatilag 48 óra alatt mi elpakoltunk minden olyan közterületi romot, ami esetleg a helyreállítás szakipari részét ugye jelenteni. Itt ez fontos, a bejátszóban is elhangzott, hogy nagyjából az a megállapodás, hogy a Klik közüzemeltető, hogy mi megpróbáltuk alkalmassá tenni és biztonságosá tenni a területet, hogy a Klik által felkért szakemberek tudjanak rögtön munkához látni. Én meg voltam lepődve, hogy tankerületigazgató úr milyen hamar tudott intézkedni azzal kapcsolatban, hogy mi még lent söpörtük a romokat, tetőn pedig az ácsok már a helyreállítási munkákhoz végezték a felméréseket. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ez egy mintapéldája volt az együttműködésnek, és jól esett igen a sok felajánlás. Egy dolgot még szeretnék mondani, mert ez is megérdemli a reklámot, december utolsó hétvégén ilyen Szent Martin koncerttel zártuk az adventi készülődésünket, a lelki felkészülést, és ami még nekem különösen jól esett, hogy művész úr felhívott,
és egy ingyenes koncert lehetőségét ajánlotta fel, és ez február 10-én egyébként úgy néz ki, hogy meg is fog történni, valósulni. A szokásos éves városi bálunkat úgy döntöttük, hogy mégis meg fogjuk tartani, és egy ilyen jótékonysági rendezvényi alakítjuk, ahol lehetőség van a bál keretein belül majd támogatni az intézményi törekvéseket. Ez különösen jól esett, tehát hogy az országos média, köszönhetően önöknek is, és mindenki másnak, aki erről az esetről tudósított, ezek szerint még sok segítő fülre és támogató személyre talált az üzenetünk, úgyhogy köszönjük szépen. Itt azért latolgattuk már a napokban, illetve múlt héten, hogy vajon mikorra fejeződnek be a munkálatok. Elhangzott január vége, február, aztán nem tudjuk pontosan, hogy ez meddig tolódik ki. De az ugye az első éjszaka folyamán polgármester úr elmondta már nekünk múlt héten, hogy akkor még úgy tűnt, hogy több 10 milliós a kár, aztán ugye reggelre meg másnapra azért ez már feljebb nőtt, vagy feljebb... Így van. Tehát azért ez még valós, hogy ez körülbelül mintegy 100 millió forintot ölel fel? Hát biztos, hogy több 10 millióról beszélünk. A biztosító kár szakértője a héten fölmérte a károkat, és szintén örömhír, a gyors beavatkozások mellett az azonnali beavatkozásokat valóban a tankerület elvégeztette, tehát a megmaradt tetőszerkezetet megerősítettük, azt még 30-án szombaton szakemberek elvégezték a megmaradt tetőzet szegecselését, hogy további károkat ne szenvedjen egy esetleges hasonló erejű szél nyomán az épület. Tehát az épület most jelenleg biztonságosan előkészített állapotban várja a hétfőn érkező tetőfedőket, ugyanis a héten beszereztük a szükséges árajánlatokat, megvannak a javítás árajánlatai. Ezen árajánlatok közül kiválasztottuk a kivitelezőt, akivel a mai napon aláírtuk a szerződést, és így hétfőn már mintegy 30 fővel kivonul a kivitelező, és párhuzamosan kezdődik el a tornaterem, illetve a mellette lévő iskolaépület magas tetőjének a javítása. Éppen erre szerettem volna kitérni, mert azért itt már beszélgettünk arról, hogy érdemes-e egyáltalán a tornatermet felújítani, avagy egy másikat, egy komplett újat építeni. Tehát akkor annak a tetőszerkezetének a javítása, megkezdik a munkálatot, akkor marad a tornaterem. Hétfőn kezdődik, polgármester úrral is egyeztetve arra jutottunk, hogy gyors megoldás kell, és terveink szerint valóban február végéig ez kivitelezhető, és tető alá hozható szó szerint is a létesítmény. Ez azért fontos, mert a mindennapos testnevelés órák biztosítását azt meg kell oldani, míg egy új építési tornacsarnok az minimálisan egy évet vett volna igénybe a bontással, a régi bontásával és az új építésével. Mindazonáltal azért vannak közös gondolataink, és nem tettünk le arról, hogy esetleg bővüljön a sportlétesítmények száma Polgárdi városában. Igen, azért hát ez egy sportos egy város, mondhatjuk, mert tényleg ott van tenisz is, hogyha jól tudom, például a csarnokban legalábbis zajlott. Így van, az asztali tenisz szakosztályunk az nagyon komoly, tehát MB2-es, B3-as mindkét csoportban zajlik a sport, az élsport, és ráadásul óriási hagyományok, 4 évtizede egy szakember irányítja ott a munkát, aki azt gondolom, hogy a megyében is komoly hírnevet szerzett már ebben a sportolói körökben. A lényeg az, hogy tankeret igazgató ugye felnyitotta a szememet, és én is erre a következtetésre jutottam, hogy nem várhatunk az a sajnos a oktatási intézmény esetében, meg úgy egyébként is azért Magyarországon az építés hatósági engedélyeztetések, egyéb szakhatósági engedélyek beszerzése több hónapot venne igénybe, és a gyerekek, tehát ezért összesen majdnem 400 gyermeknek a mindennapi testnevelése. Igazgató azt, hogy mondott egy számot, de most nincs a fejemben, hogy 60 testnevelés óra mondjuk egy héten, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ez azért mi nyáron jobb helyzetben lennénk, de most tényleg az elsődleges prioritás, és ha most egy kicsit pragmatikus akarok lenni, akkor a Kliknek itt nincs is más választás. Van egy átadott épület, amely megrongálódott egy viharkárban, azt helyre kell állítani. Az már inkább politikai döntés, és remélem, hogy az együttműködésünknek ez lesz majd a második mintapéldája, hogy
Én azt elmondtam, első között adta át Polgárdi az országban az oktatási intézmények a működtetését a kliknek, de ez nem jelenti azt, hogy magára hagytuk az állami fenntartót, hiszen mi már azóta is több 10 millió forintos nagyságrendben tudjuk igazolni, hogy mit költöttünk az intézmény fenntartására, addig is, amíg önálló tankerület volt, és azóta is, amióta székesfehérvári tankerület alá tartozunk. Tehát ezt az építő és közös értéket létrehozó tevékenységünket a jövőben is szeretnénk folytatni, és hogyha megkapjuk azokat a szakember és politikai segítséget, amelynek eredményeként esetleg egy versenysportra is alkalmasabb 2 méter hiányzik a hivatalos versenysporti szabványokhoz, hogy egy normális tolmácsalanokunk legyen. Korábban. És szerintem igazgató úr ebben nyitott lesz. Nyilván ez a kliknek a mindennapi működését támogathatja egy ilyen új létesítmény, és valóban nem kerül sokkal többbe, mint amennyit majd most kárrendezés meg egyéb kapcsán jelenlegire ráköltünk, de itt most nem volt választási lehetőség. Így van, a gyors megoldás az életbevágó, viszont a székesfehérvári tankerületi központi költségvetéséből ezeket a kárrendezéseket biztosítjuk. Az már más kérdés majd, hogy a biztosítóval hogyan tudunk megegyezni. Nyilván optimista vagyok, hiszen a kárszakértő is látta és tudja a tényleges károk mértékét. Ugyanakkor a költségvetésünk megnyugtató ahhoz, hogy gyors intézkedéseket tudjunk hozni, és nem csak kimondottan a szakipari munkákra és a javításra gondolok, hanem arra is, hogy akár egy órarend átszervezéssel, testnevelés órák tömbösítésével iskolabuszt fogunk fogadni, és a testnevelés órákat közeli más iskolák tornatermeiben közös erővel, a másik iskola vezetésével ezt megnyugtatóan fogjuk tudni rendezni. Nyilván itt szülői értekezleten is tisztázni kell, szülőket meg kell nyugtatni arról, hogy a busz az minden paraméternek megfelelő, műszaki állapotú, tényleg iskolabuszként funkcionáló járattal a testnevelés órákra pár kilométerrel távolabbi iskolába át tudjuk szállítani a gyermekeket. Ezen is dolgoznak már az intézményvezető asszonyék, úgyhogy órarend átalakítás folyamatban. Második fél évtől az úszásoktatás is elindul, úgyhogy az is levesz egy kis terhet a fizikai testnevelés órák jelenlétéből, tehát nem csak a tornaterem, hanem az úszásszállítás is megoldott, biztosított, úgyhogy iskolabusszal is felkészültünk arra, hogy megoldjuk a mindennapos testnevelés problémáit. Hát mi is abban bízunk, hogy a gyermekek, illetve a sportszerelmesei mi hamarabb újra birtokba vehessék az intézményt, és mi hamarabb a munkálatokat befejezzék a szakemberek. Köszönöm tankerületi igazgatónak és polgármester úrnak, Köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Kedves nézőink, önök pedig tartsanak velünk továbbra is, hiszen mindjárt jönnek a nap legfontosabb hírei, aztán pedig az Agrárinfóval megyünk tovább. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!